Szent Máté könyvéből. Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Herodes pártiakat a következő kérdéssel. Mester, tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? De Jézus felismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk. Miért kísértetek ti képmutatók? Mutassátok csak meg az adópénzt. Aztán megkérdezte tőlük, kinek a képe és a felirata ez? Azok ezt felelték, a császáré. Erre ő így szólt hozzájuk. Akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császári, az Istennek pedig, ami az Istené. Ennek hallatára elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és elmentek. Ezek az evangélium igény. Krisztusban szeretett testvéreim, a farizeusok félrevonultak és a Herodes pártiakkal megtanácskoztak, tehát hogyan köthetnének bele Jézus szavaiba. Belekötni Jézus szavaiba. Másút azt mondja az evangelista, hogy csapdát állítottak Jézusnak. Testvérek, az első dolog, amit ma meg kell fontolnunk, és talán egy életre megjegyeznünk, hogy a Jézusban önmagát kinyilatkoztató Istennek állított csapda mindig azoknak fenyegető csapda, akik felállítják. Isten nem lehet csapdába fogni, mert a mi gondolkodásunk fölött áll. Ahogy a római levélben Szent Pál azt mondja, ó Isten gazdagsága, bölcsességét, tudásának mélysége, mennyire felülmúlja a mi gondolatainkat. Igen, Istent nem lehet csapdába fogni. Ha neki csapdát készít az ember, azt magának készítette, benne van a csapda. Néha mi keresztények is, mintha csapdákat állítanánk fel a kinyilatkoztató Istennek a kérdéseinkkel. Testvérek, szabad kérdezni. 2000 év óta az egyház egyebet se tesz, mint kérdez és kérdésekre felel. A kérdezés lényege a hitünknek. A mohamedánnak nem, az az égből pottyant könyv, és nincs magyarázat. Nem, Isten velünk párbeszédre jött. És szabad kérdezni. Igen, szabad kérdezni, és ez szép. De különbség van kérdező és kérdező között. Lehet, hogy a kérdésük ugyanaz, de ők maguk egészen másképp állnak hozzá. Ugyanaz a kérdés, de a kérdező más. Hadd világítsam meg egy példával. Esztergomba fiúkat tanítottam, és egyszer osztályfőnök nevelő is voltam. Meg hittan tanítottam. Ugyanazt a kérdést megkérdezte két fiú. Hogyan lehet az, hogy Isten előre látja, hogy valaki üdvözül és elkárhozik, és én mégis szabad vagyok és felelős vagyok azért, hogy üdvözülök vagy elkárhozok? Két diák két osztályban ugyanazt kérdezte. Csak a kérdezők mások voltak. Az egyik 14 éves kamasz tisztán élt. Szépen tanult. Gyakran járult a Szent Jónáshoz is áldozott. Míg a kamaszodásában is fegyelmezett volt. A hittanórán itta a szavakat. A másik már nem ment gyónni és nem áldozott. Nem volt benne bűnbánat. Viselkedése gondot okozott, mert italozáson is rajta kapták. Pornóképeket is lesegetett.
A lelki gyakorlat 3 napja alatt végig dumált a szomszédjával. Ha ezt az első diák kérdezi, akkor nem Istent akarja rajta kapni, csapdába fogni, nem a kinyilatkoztatás és a keresztény tanítást, meg a hitoktatót akarja megfogni, hogy na most aztán megfogtalak, mert ellenmondás van. Nem. Ő szinte Istent féltette, hogy itt valami ellentmondás van. Hogy mi itt a megoldás? Ennek a diáknak elég volt rámutatni a kérdéseiben levő emberi fogalmak végességére. Az, hogy az ember hogy lát előre valamit. Amikor biztosan előre látunk valamit, azt kiszámítjuk. Tehát egy ilyen surlódási felületen, egy ilyen nehézségű vasgolyót, ilyen erővel plöckölök el. Ki tudom számítani, hogy hol áll meg. Mert az okozatba, okokba benne van az okozat. És mi ezt nevezzük előrelátásnak. Isten a szabad tetteket is előrelátja. Félelmetes. Tehát előrelátja a szabad tetteket. Vagyis Isten nem egy fogaskerék, ami a többi fogaskereket hajtja, hanem egy transzcendens lény. Muszáj megtanulni ezt a latin szót. Transcedo, transcedere, azt jelenti, hogy túllépek. Istenről alkotott minden fogalmunk, ha Jézus mondja, akkor helyes, de túllépi. Például az, hogy Isten szeret. Hát honnét tanultuk a szeretetet? Szüleinktől, testvéreinktől, barátunktól. De Isten nem úgy szeret. Egy ponton tabula rasa. Mert akik minket szerettek, azok már úgy ismertek meg, hogy mi létezünk, és tulajdonságainkat megismerték. Isten pedig szeretni kezdi, ami nincs, és az létezik. Na most itt is úgy van. Isten nem úgy lát erőle dolgokat, hogy azt mi ki tudnánk számítani, tehát szabadon hagyja az akaratot, és ugyanakkor előre látja. Nem lehet megoldani értelmileg, de meg lehet oldani gyakorlatilag. És ez a vallásos fiú, ez tudja a megoldást. Úgy imádkozz, hogy minden az Istenen múlik. Nem rajtad. Könyörülj rajtam, Uram, és üdvözíts engem. Ez az egyik. Másik. És úgy dolgozz az üdvösségeden, ahogy Szent Pál mondja, hogy félelemmel és rettegéssel műveljétek üdvösségeteket, mintha nem Istenen múlna. És akkor vége az izgalomnak. És érzitek, egy vallásos fiú, aki az életében már harcolt erkölcsileg is a tisztaságért, az igazságért, az most megérti, hogy hát ez az igazi Isten. Hogy felülmúlja mi eszünket. És ez a kérdés gyakorlatilag megoldható. Egyébként, miért szólít fel Jézus, hogy térjetek meg, amikor egyik eleve kározatra van ítélve, a másik meg eleve üdvösségre. Ilyen nincs. Mindig megszólít bennünket. Még Calvin se ezt látta. A kálvinizmus mögött egy mélység van. Ő maga se értette meg, amit látott. Az, hogy egészen Istenre kell bízni magunkat. De azt nem tanította Calvin, hogy nem kell törekedni. A városban, ahol élt, ott nagyon nagy erkölcsös élet folyt. Tehát elméletileg nem lehet megoldani, nem is kell. És ebben nyugszik meg az emberi szellem akkor, ha valóban szereti az Istent. A másik fiúnak ez a kérdés nem volt megoldás. Ő megmarad amellett, hogy az Isten mindenestül meg lehet érteni, vagy nem lehet megérteni. Egyébként gyakorlatban már elindult az üllés felé, tehát végső soron a kárhozat felé. És ő ebből nem akar engedni. Ezért nem érti meg. Testvérem, ez a megdöbbentő. A gyakorlati megoldás van. Úgy bizakodj Istenben, hogy csak rajtad múlik az üdvösséged. De úgy tegyél meg minden nap mindent, hogy egyedül rajtad múlik. Ez a krisztusi világ. Az a másik diák, ismétlem, aki erkölcsileg már ugye a feslet élet felé ment, nem elégszik meg ezzel a válasszal, mert Istent valójában nem tartja transzcendensnek.
Ő megérthetőnek tartja Istent, és levizsgáztathatónak, magát viszont nem akarja levizsgáztatni Isten által. Ezért olyan csodálatos a régi misébe a pap, miközben énekeltek, a minisztránsokkal a Zsoltárt mondja, hogy Judicame Deus, ítélj meg engem Isten. Se discerne causam meam de gente non sancta, de azért különböztesd meg az én ügyemet, attól az istentelen néptől, aki nem ismer téged. És amikor a szenteket megkérdezték, hogy örül-e annak, hogy Krisztus fogja megítélni az utolsó napon, azt mondták, a legszeretettebb földi lénytől is félnék. És nem szeretném, ha édesanyám ítélne meg, hanem az a Krisztus, aki meghalt értem. Ez a fiú, aki hívő módon már küszködött testével, vérével, a munkátlanság a kísértésével, és szépen elindult a keresztény élet útján, ennek ez a kérdés egészen más jelentett, mint annak, aki egyelőre nem akar megtérni. A kérdés ugyanaz volt, a kérdező más. Az egyik meg akar térni, jobban akarja Istent ismerni, a másik le akarja vizsgáztatni a papot, a hittanár, a keresztény hagyományt és magát, Jézus Krisztust. Testvérek, ez a fontos. Ezért az egyik szeretett rendtársam, akinek olyan szabad nyelve volt, de én ezért szerettem, mert kimondta azt, amit én is gondoltam. Olvasva az evangéliumot, tanulmányozva a Szentírás, azt mondja, hát ez az Úr Jézus, ez néha mellé beszél. Hát nem arra válaszol, amit kérdeznek. Igaza van, mert néha arra válaszol, aki kérdezi. Ő tudja azt, hogy meg akarják ölni, és erre válaszol. Egy csapdát készítenek, na most a római hatóságnak kedvezele? Megalkuvó vagy, békepap vagy? Mert ha az vagy, akkor lejáratunk a nép előtt. De ha azt mondod, hogy ne füzessünk adót, akkor meg be fogunk köpni Pilátusnak. Úgyhogy mindenképpen ki leszel végezve. És nem értjük meg ezt a kérdést. Már többször elmondtam, és el fogom mondani, mert a hívek könyörgéseiben is egy félreértés van, hogy add Uram, hogy megadjuk az államnak, ami az állami, az egyháznak, ami az egyház. Nem erről van szó. Mutassátok, kinek van a képe rajta, a császári. És a zsidó rögtön megértette, hogy az ember pedig az Isten képe. Tehát itt azt jelenti, hogy magatokkal az Istennek tartoztok. És ha megadnátok Istennek önmagatokat, és a most küldött Szent Fiára hallgatnátok, akkor majd megtudnátok, hogy mit kell politikailag tenni. Ez nem két hatalom együtt. Ez egy robbantás. Jézus azt mondja, hogy a Cézár nem Isten. Csak Cézár. A politikai hatalom nem Isten, csak politikai hatalom. És ti egy szintre hozzátok. Azt hiszitek, hogy Istennek egy-két forintot adok, néha egy imát mondok, az jól van. Az államnak is megadom az adót, stb. Nem erről van szó. Mindenestül az Istenhez tartoztok. Azért nem láttok tisztán politikailag se, hogy most mit lehet tenni egy megszállt Izrael földjén. Azért nem látok gazdasági szempontból se tisztán, mert önmagatokat nem adjátok Istennek. Tudjátok, hogy ti vagytok az Isten képe. A másik, amit ma megtanulhatunk, hogy az Úr Jézus válaszai nem egészen a kérdező szavaira adott válasz, mint inkább a kérdezőnek adott válasz, és ez egy tágabb értelembe veszem most. Hogy Istennek mi is mondunk szavakat. Kell is mondani. Imádkozunk. És úgy látszik, hogy Isten nem hallgatja meg. Azért, mert Isten nem a szavainkat hallgatja, hanem a szívünket. Hányan mondjuk hivatás vasárnap. Add Uram, küldj szent papokat a híveknek az egyház szolgálatára. De aki mondja, komolyan gondolja ezt? Hogyha a nagyfia elmenne papnak, akkor mit szólna? Volt olyan, hogy katolikus ember kitagadta a fiát. Hát akkor most Isten ezeknek a szép szavaknak hallgasson? Hát Isten nem a hangzó szavakra hallgat, hanem a szívünkre. Ezért nem hallgat meg.
Mert engem akar meghallgatni, nem a szavakat. És egy olyan kereszténység lenne, hogy a fiamat odaadom, ha kéred, Uram. Sőt, egy fiúba fölcsillanat az, ha igazán hívő, hogy én pap leszek. Ha nem merül fel benne, akkor nem igazán katolikus. Tehát nem biztos, hogy papnak kell lennie. De hogy mit jelent ez a hivatás? És ahogyan támogatná az egyház, akkor kérhetnénk, vagy bocsásd meg a mi vétkeinket. Igen ám, de Isten tudja azt, hogy mi nem bocsátunk meg a szomszédasszonynak. Tehát akkor nem tudjuk befogadni a bocsánatot. Akkor nem a bocsánatról beszélünk, akkor csak szavakat mondunk. Igen, egy egyetemesebb jelentése van ennek az evangéliumi részletnek. Hogy Isten nem a szavainkat nézi, hanem a szívünket. Na most testvérek, a Szent Misében az egyház hite alapján imádkozunk. Azok az imádságok az egyház szívét fejezik ki. Itt kell lennünk. Isten az imádkozó szívére hallgat, ami ott bent van, nem arra, amit a szája mond. Igen. Ha a szív mást mond, a szó mást mond, az ajak, mint ami a szívbe van, akkor Isten nem hallgat meg. Testvéreim, a Szentmise az az idő és az a tér, az az esemény, amikor csapdáink lelepleződnek. Amikor úgy gondoljuk, hogy Isten befogtuk egy csapdába, az mindig a mi csapdánk. És ebben szenved a világ. Nem tud hinni, mert a Biblia tele van ellentmondásokkal, nem a Biblia van tele ellentmondásokkal, hanem ő. Mert tart egy parázna kapcsolatot is, de azért vallásos is akar lenni. Na most ez az ellentmondás, nem a Bibliában van az ellentmondás. Azt tudományosan mind meg lehet értelmezni. Egyetlen ellentmondás nincs a Bibliában. Egyetlen csapda sincs. Az a kérdezőben van. Testvéreim, óriási világot nyitott meg előttünk Krisztus a mai napon. Mint ahogy a minden vasárnap. De hogy a Szent Leckéből is mondjak valamit, talán Szent Pálnak a bokájáig se érek föl, de ebbe én is vele együtt mondhatom rólatok. Egész héten, amikor készülök a beszédekre, hálát adok Istennek mindnyájatokért. Ahányszor csak megemlékezett rólatok imádságaimban. Szüntelen gondolok Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetekre és Urunk Jézusba vetett szilárd reményetekre. Testvéreim, akiket az Úr szeret, jól tudjátok, hogy választottak vagytok. Hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdetem nektek, mert én is hiszek benne, hanem erővel, Szentlélekkel és mélységes meggyőződéssel. Amen. Hiszek az egy Istenben.